egy regény az mindent tud, érted? A regény az renyhe, az bármit elkövethet, de mikor követi el? Ezt kell tudni, ez a truváj, hogy mikor engeded a regény megpihenni, vagy ettől lesz a regény maga nem csinált, hanem különleges. Ami jó, azt épp úgy csinálni kell, mint a kevésbé jót, vagy a kontármunkát. Szeretettel köszöntöm a Revizor nézőit, olvasóit, hallgatóit. Ez az Erbeszélgetés című beszélgetéssorozatunk, aminek a mai vendége Darvasi László író, aki most ünnepelte a születésnapját, kerek, szám 60 éves vagy, gratulálok, sok boldog születésnapot. És kezdjük azzal mindjárt, hogy megjelent egy novellás kötet most, az Év légiutas kísérője. Ez a olyan szülinapi ajándék, amivel meglepem magam? Nem, egyáltalán nem. Amivel én nagyon-nagyon szerettem volna meglepni magam, meg a kiadómat, az egy nagy regény, amin éppen most dolgozok, évek óta, mondjuk 8 éve, de... És azt hittem, hogy majd úgy erre a kerek évfordulóra készen lesz, de a nagy regények azok olyanok, hogy van egy önálló külön akaratuk, azokkal nem lehet nagyon cicózni, majd ők megmondják, hogy mikor lesznek kész. Ők, meg a szerkesztő mondja meg, mert a szerző az egy nagy regényt valószínűleg már az élete végéig is írna. De folyamatosan adod a szerkesztőnek? Nem, még nem, de majd lesz az időszak, amikor kiadom a kezemből, és az már nem sokára lesz. Szóval én ezt be akartam fejezni, ezt a nagy regényt, amivel jó néhány részlet már megjelent, a 20. századról szól, de nem lett készen, viszont 6 éve írok novellákat, új novellákat, amik nem kerültek kötetbe, és teljes mértékben megfelelt annak a kívánságnak, hogy akkor legyen egy új novellás kötet az Isten az a csal után, mert az vagy 6-7 éve az volt az utolsó novellás kötetek közt az utolsó. Igen. Ez tulajdonképpen úgy van, hogy amikor írsz novellákat, én írom versen, hogy jön, vagy a regényírás szünetében, vagy gondolom ez nem úgy van, mint a tárcákkal, amiről szintén beszélünk később, hogy az megrendelésre születik. A novella nyilván nem megrendelésre születik, nem? A novella is nagyon sokszor megrendelésre születik. Igen, valaki fölhív egy szerkesztő, és azt mondja, hogy küldj egy novellát? Igen, vannak ilyenek. Lehetőleg novellát küldjél, vagy inkább novellát küldjél. Tehát van egy icipici ráhatás, de az az igazság, hogy... És most meg foglak előzni a szívernőben, hogy ne kérdezz meg, hogy ki ez a szívernő. A szívernő az az, aki mindenféle tárcákat követel, mindenféle lapokban, én már 30 éve, és több ezer írása van, és nagyon sokszor kisegíti a Darvasit. Tehát, amikor restanciámja van szívernőnek az és tárcarovatában, akkor a szívernő lead egy tárcát, ami tulajdonképpen nem tárca, tehát nem ilyen kedves, fecsegős, könnyű lövetű műfaj, hanem egy vérgőzős novella, vagy egy nagyon szikár, szorongató a barbárok világához, vagy a fürdés kosztolányi világához hasonlatos kis történet, akkor ezt szívernőként adom le, de igazából Darvas írja, és akkor szépen vissza lehet emelni majd azt a Darvas életművel, azt a szöveget. Tehát ilyen módon van egy átjárás. Igen, pedig a szívernő az egy kedves, barátságos és tulajdonképpen könnyed fickó. A novelláid viszont nem kifejezetten vicces, könnyed olvasmányok. Nem vicces könnyed olvasmányok, de hát ha azt akarom mondani, hogy mi a két írói attitűd között a különbség. A szívernő inkább viccet csinál abból, vagy nyers humort csinál abból, amiben élünk. A,
a darvasi pedig inkább ilyen névénás iróniaként kezeli a mai világot. A szívernő könnyedén nevetett, vagy gúnyol, vagy szereti igen. látni az elcsorduló igen. könnyet, a darvasinál inkább akadjon benne a könny. Tehát ilyen értelemben a könnyedség és valamiféle nagyon súlyos abszurditással is megpácolt realizmus jelentkezik ezeknél a novelláknál. Tehát itt egy az egyben az, hogy miben élünk, milyen drámák közt zajlik az életünk, milyen megöregedni, milyen kitaszítottnak vagy kivetetnek lenni. De Judit, biztosan jobban látod azt, hogy mennyire fiatalodik a világ. Legalábbis a szakmákból kifolyólag egy színikritikus látja, hogy a színház milyen fiatal lett. Milyen fiatalok a színészek, milyen fiatalok a rendezők, és mennyivel pergősebb, és mennyivel többet ér a fiatalság önmagában, mint egy öreg színész. Én nekem ez nagyon-nagyon ellenemre van. Én nekem ez rettenetesen nem tetszik, hogy az attitűd például kivész a világból, aminek tapasztalata van, aminek drámája van, aminek sorsa van, aminek megéltsége van. Azért foglalkozom olyan sokat ezekben a novellákban az öregekkel például. Nagyon sok öreg szereplőm van. És hogyha tőlem most megkérdeznéd azt, hogy melyik az a legfontosabb színházi élmény, amit láttam a utóbbi években, a sok nagyon-nagyon jó mellett, akkor a két öreg ember, a Béres Ilona és a Fodor Tamás Ionescu darabjában a székek, amit ott azok nekem csináltak. Igen, ez remek volt. Az egy remek. Értem, hogy mit mondasz, de ez nem annyira a... mondjuk egy másik beszélgetés témája is lehetne, ez nem annyira a színház fiatalodásával van összefüggésben, hanem inkább a közegünk, általános a tágabb közegünk és környezetünk tempójának a megváltozásával, hogy minden gyorsabb, hogy minden klipszerű, hogy nincs türelmünk történeteket végighallgatni. Te viszont híresen nagy, nem csak a barátaid tudják rólad, hogy híresen nagy beszélgető és meséltető vagy. Tehát nem csak mesélő, hanem téged érdekelnek az emberek, az emberi történetek. Nyilván ezekből lesznek a novellák. De mondd... Meg a regénybetűntek. Hát nyilván, igen. Meg az elbeszélés, meg a dráma. Mondd, Szívernő. Szívernőben benne van egy regény. Szívernő nem fog regényt írni valaha. Tulajdonképpen egy kis regénye volt már, ami egy gyászregénye, az a Baka Istvánnak, a költőbarátomnak a meggyászolása. Végül is összeállt egy kis regényé. De mivel a szív az állandóan hogy mondjam, kis történeteket ír, ezeket a kis történeteket én már igyekeztem egyben fűzni több írói próbálkozásom volt erre nézvést, de nem nagyon megy. Nem nagyon akarom a szívernőt regényre használni. Nem. Egyébként az az érdekes, hogy, és ezt valahol már elmondtam, meg valahol talán le is írták, és nem olyan régen, de ez egy elég tipikus jelenség, hogy bármennyire is van mondjuk egy szívernőnek 3000, legalább 3000 jegyzett írása, de inkább több. Egy darvasi jobban megy. Egy darvasit jobban vesznek, a darvasit hiába írom meg az alternatív irodalom történetet a szívernőként, hogyan erőszakol meg egy polgárasszony, Balassi, hogyan vesz pisztolyt Márai Sándor, hogyan mentik meg Juhász Gyula életét. Ezek mind nagyon érdekes, kedves történetek, ezek de nem kell. Igen, de anekdotikus történetek igen. ezek. De nem. Nem. Mert annál több. Mert átmegy novellába, szinte. Aha. Szerintem átmegy novellába, de persze
anekdotikus történetek, jó. Mondj, róla sokszor eszembe jutnak a múlt század első felének azok az írói, akik szintén főfoglalkozású írók voltak, de minden műfajban írtak, és tulajdonképpen az életformájuk volt az, hogy hol egy tárcát, mit tudom én, Móricz, vagy nem tudom, hol egy drámát, hol egy tárcát, hol egy novellát, hol egy regényt. Tehát, hogy van benned valami múlt századi. Most ez bántó? Nem, egyáltalán nem. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy Krúdy vagy egy Móricz az élete minden pillanatában írt. Igen. Ezt tudjuk. Akkor is írt, ha nem írt. Fejben írt, nem? Tandori is ilyen volt, de azt hiszem, hogy én is ilyen vagyok. Tehát tulajdonképpen én nagyon sokszor, nem tulajdonképpen, nagyon sokszor ébredem arra, hogy írom, igen, hogy írom a regény részletet, az epizódot, vagy a novellát, vagy a tárcát. Tehát írva élek. A regényeid egy bizonyos, kicsit elfedített szempontból nézvést történelmiek, már abban történelmiek a legtöbbje, ugye a virágzabálók is, de már a könyvmutatványosok is persze, hogy valamilyen régi kor a textusa, de a kontextusa valahogy mégis mindig jelen idejű. Tehát ahhoz a korhoz kapcsolódik, amikor írtad. Tehát mégis nem esik az embernek nehezére a mai kontextushoz kötni. Hát ott van például a Taligás című regényem, Taligás, igen. Ami, ahol egy ilyen kultúra hordozó Taligával közlekedő ember, aki könyveket hurcolász ide-oda a világban, az belefut egy hatalmas szegedi boszorkányperbe. Tehát a boszorkányper, mint történelmi esemény, a koncepciós per, mint esemény. Akkor van egy másik regény, ami nem olyan régen született, egy 3-4 éve, a Magyar Sellő, ahol pedig a személyiség, az egyén és a hatalom a legfőbb kérdés. Ennek a két tényezőnek a kapcsolata, hogy hogyan állóz be a hatalom, hogyan tesz tönkre, mik a módszereik, mi a szisztéma. És hát ez teljes mértékben jelenkori, jó lett Kleistnek az idejéből. Igen, van az egész, a történet ott játszódik. Igen, tehát ott megy el a két, a szereplői mellett a két lesántult, lerombolt ló, igen. Ugye a kolhásznak a lovai, tehát tulajdonképpen a határba járnak, ahol az én történetem játszódik. A hatalomnak a módszertana érdekelt, meg az, hogy hogyan lehet az önkény ravasságával, az önkény újszerűségével, mert azért az, amiben vagyunk, az egy ilyen eléggé újszerű, bár régi eszközöket használó, de azért egy ilyen jó kis misunk. Tehát azért igen, egy kombináció. Új kombinációk igen. Vannak, nagyon jól ki van találva, nagyon ügyesen megvan csinálva, és azt kell mondanom, hogy sokkal nehezebb lesz kijönni ebből, mint szerintem, mint bármiféle önkényből. Ez egy amennyire ócska, és amennyire képmutató és aljas, annyira ravasz is. Annyira ravasz is. És na most akkor itt egy író mit csinál, akkor megpróbálja ezt megnézni. Úgy, hogy ne aktualizáljon nagyon, ne rágja szájba az olvasójának. Igen, tehát ne legyen direkt, hanem igen. Egy olyan történetet talál ki köré, ami tulajdonképp mutatja ezeket a vonásokat. Mond, a igen. Civil közérzeted, de nyilván ez a jelenlegi helyzet erősen befolyásolja. De vajon az írói közérzetedet is? Nem tudja. Nem tudja. Nem tudja. Az én írói közérzetem az,
az nem függ attól, hogy most milyen aljasságot követnek el, mert ugye minden, tehát ugye kb. 15 éve arra ébred, minden nap felébredünk valami hülyeségre, nem? Igen. 15 éve tart. Igen. 15 éve... És már elfelejtettük azt, ami igen. tavaly ilyenkor igen. volt. Igen, és ez egy szisztéma, ez igen. egy szisztematikus világos. Dolog. Minden nap ébredjél valami hülyeségre. És akkor azzal kell foglalkoznod, nem azzal, ami már volt. Tehát, de te ilyenkor inkább írni kezdesz, nem? Én ilyenkor inkább írni kezdek. Vannak olyan, és általában nem vagyok a frontvonalban. Nem nekem való a frontvonal, de, hogy mondjam, kard. Igen. Mondd, a mostani regény, amin dolgozol, és amiről beszélgettünk már régebben is, az egy nagyon tág időszakot ölel föl, ha jól tudom, és jól emlékszem arra, amit mondtál. Azt mondtad, hogy a 20. század, tehát hogy egy nagyon tágas időszak. Hogy lehet a dolog konstrukcióját, a szerkezetét, a dramaturgiáját megszervezni, megszerkeszteni? Van olyan, milyen időszak egyébként? Ez a, hát mondjuk úgy, hogy a 19. század végétől én megpróbáltam eljutni a máig, tehát aha. mint egy 100 év. És hol tartasz? De nem fogok a máig eljutni. Most azt látom, hogy vagy 1956. októberéig, tehát forradalomig jutok el, vagy pedig május 1-ig, 57. május 1-ig. Az is egy nagyon szép és nagyon jellegzetes dátum, ugye, amikor megtelt a Hősök tere. Minden, meg a Dózsa György út, meg a felvonulás. Igen. Igen. Három nagy családom van, egy zsidó család, egy arisztokrata család, és egy mondjuk így magyar család, és ezeknek az élete, ezeknek a családoknak a története fonódik és kapcsolódik folyamatosan össze. Én tulajdonképpen beültem egy moziba. Beültem a Breaking Bad-re, és elkezdtem a Breaking Bad-et nézni. Aha. Az 10x évad, nem? A Breaking igen, Bad, ez igen. egy kult sorozat. És többé-kevésbé sejtettem, de nem tudtam, hogy mi lesz a vége. Csak tudtam, hogy át kell mennem, meg kell érezni a monarchiának az illatát ebben a regényben, a békebeliségnek az utolsó lehelletét, meg kell tudnom az első világháborút, meg kell tudnom Trianont, meg kell tudnom a tanácsköztárságot, a Horthy rendszert, a Auschwitzot, a második világháborút, a Donkanyat, tele-tele. Az volt az írói kihívás, tehát tele vagyok ilyen történelmi traumákkal. Kutatsz ilyenkor? Nézelődök. Uh-huh. Nagyon érdekes volt, hogy a múltkor egy fejezetet írtam, és akkor megnéztem, hogy hány kattintást végeztem egy fejezetnél, és a Bolha, Horthy nóták, katonadalok, a nem tudom milyen kismadár. Tehát ha leírok egy szót, akkor abban a pillanatban utána megyek a szónak, amely szó nem olyan szó mondjuk, hogy asztal vagy szék. Világos, hanem valamiért korspecifik, vagy történelmi. Igen, tehát, hogy ez a madár. Igen, van-e igen. akkor ott, vagy nincs, vagy az a fűszál, van-e ott, vagy nincs. Igen. Azonóta elhangozhat-e, vagy nem hangozhat-e. Ez mind csak az internet? Régen könyvekből dolgoztam, de most is van könyv, de régen úgy volt, hogy már mondjuk a Virágzabálóknál, hogy 50-60 könyv volt körülöttem. Aha. És akkor így nyúkáltam jobbra-balra. A cigány történethez egy halom, a másikhoz egy halom, igen. tehát valahogy így. Igen. És akkor ezeket először elolvasod és kijegyzeteled, vagy közben tudom, nyúlkálsz. Hogy nem, közben nyúlok oda. Mert aha. Közben nyúlok oda. Múltkor például megvettem egy Rákosi könyvet, mert most már a Rákosi könyv, nem mondom a szerzőnek a nevét, mert a most könyvről lesújtó véleményem volt, tehát ilyen szerkesztetlen, és megpróbáltam használni. Iszonyatos tényanyag van benne, iszonyatos mennyiségű adat. És nem tudom használni. Ez állati érdekes, hiába olvastam el 50 oldalt belőle, nem tudtam használni rendesen. Tehát valamit nyilván megérezzem, tehát valami olyasmit keresel, ami különleges, ami, tehát
Ha megtalálom például azt, hogy a 48-as honvédek a 1848-ban Székesfehérváron hogy kurváztak, abban a pillanatban abból lesz egy olyan fejezet, amiben benne van az 48, mert nem érdekel engem a függetlenségi nyilatkozat, vagy a, értem, a 10x pont. Valahogy a hétköznapi, vagy a lejjebb lévő életnek a szövete. Tehát igen, a víz alatti élet. A hétköznapi. A hétköznapi élet szövete. És a kisember hétköznapja valahogy. Tehát igen, most például vagyok. Találtam egy olyan pillanatot, hogy Rákosi be akart menni egy vallatásra úgy, hogy ő felvesz egy álszakát, és hogy ő vallatja ki, mint ilyen elmaszkírozott, nem tudom, valaki azt az illetőt, aki azt hiszem nem is volt magyar talán, hanem amerikai volt, de hogy álszakát. Hát ez milyen már? El se innéd. Igen. Tehát azt gondolod, hogy jaj, megint az író. Igen, Lacikám, ez sok. Igen. Sok. És közben igen. Mondd, van-e ilyenkor egy olyan, nem tervezek nagy regényt írni, de azért ez nagyon érdekel. Van-e egy olyan fájl a gépedben, amiben a csontvázzal le van írva annak, hogy mondjuk három család, az már elég sok szereplő, ezek összefonódnak minden. Hogy ne kavarodj el benne, hogy melyikkel mi történik, melyik mettől meddig fog élni. Tehát érted, szóval valami sorvezető. Egy nagyon nagy lapot ragasztottam a falra. Ja, ott vannak évszámok is, tehát van kronológia, meg vannak családfák is. Aha. Meg van, miután ez egy nagyon nagy regény, nagyon sok szereplővel, tehát ilyen 50-60 szereplőm van, abból 10 nagyon fontos. Ezért nagyon sok, hogy mondjam, pozícióváltás is van. Tehát, hogy ki mellől beszélek. Igen. Ez egy mindentudó elbeszélő, de ugye az Álmodafali szokta használni. Kívülálló, igen. De mindig igen. Valaki mellé áll. Világos, igen, de ő de maga nem szerepel a történetekben. Ő maga nem. Igen. Mondd, azokat tekinted igazi munkanapnak, amikor a regényt írod? Tehát, hogy ez hogy van, hogy tudod, hogy ezen a héten meg kell írni egy tárcát, valamint lógsz egy novellával a nem tudom minek, akkor kedden és pénteken megírod a tárcát meg a novellát, és hétfő, szerda, csütörtökön a regényt írod. Vagy tudod váltogatni? Tehát van olyan, hogy reggel megírok egy tárcát, és utána beleülök ilyen a regénybe? Ilyen nagyon sokáig volt, persze. Igen? Abszolút. Egy óra tárca, és utána a regény. Maradék idő az a regény, igen. És egyszer csak föl tudsz állni a regény, este hazajön a Kinga, és akkor föl tudsz állni a regényből. Tehát akkor fölállsz a regényből, és akkor már vacsora van, meg beszélgetés, tehát kiszállsz. Vagy hogy van ez? Ha nagyon benne van valamiben az ember, akkor ilyen dupla agya lesz. És akkor tud valamennyire figyelni a külvilágra, és közben a regény is jár. Én például úgy olvasok, hogy mindent aláhúzok, meg mindent firkálok, és most olvasom a Vizsky Andrásnak a gyönyörű könyvét, a Kitelepítést. Ez egy nagyon szép könyv. Az áhítat szó jut róla az eszembe, tényleg ilyen nagyon, hogy az áhítat micsoda a világban. És miközben olvasom esténként, már az ágyban, akközben egy csomó minden eszembe jut a regényről is, akkor azokat akár tetszik, akár nem, mindig beleírom a utolsó két tiszta oldalra. A Vizsky könyvébe? A Vizsky könyvébe. De ez nem csak a Vizsky könyvével van így, hanem 10 vagy 20 másik könyvvel, amelyeket előtte olvastam. Követed a kortársaidat? Most tehát olvasol is? Egyre jobban, erősebben olvasok. Most nagyon olvasós időszak van. De az olvasás az haszontalan időnek van tekintve? Nem. Nem. Tehát napközben is olvasol? Napközben is, de inkább este. De nem, soha nem tekintem haszontalannak, mert nem. Hát van, amikor nem tudok leülni, mert annyira izgat az a,
az, amit éppen írok, de annyi mindent lehet tanulni. Én nem olvasó vagyok. Nem a hagyományos értelemben vett olvasó, aki belefeledkezik egy könyvbe, sodorja a történet, mint egy szép, mint egy hajó úszik vele. Ugye én már olyan, tehát ugye, hogy csinálja? Mitől jó? Mitől nem jó? Ez kicsit analóg azzal, amikor ugye azt mondják ránk, színi kritikusokra, hogy legyetek nézők. Nem, én nem néző vagyok. Nem tudsz néző lenni. Igen, hanem hogy csinálja, mit csinál először is. Igen. Tehát, hogy ez érdekel. Tehát magyarul az is egy a foglalkozás része. Az is a foglalkozás része, de az annál szebb nincs, amikor egyszer csak elfeledkezel arról, hogy foglalkozás, vagy például most találtam a Viskinél olyan gyönyörű mondatokat, és úgy folyamatosan visszatérek ahhoz a jelenethez, mint hogyha egy filmnél visszatekernék, és újra meghallgatnám, vagy megnézném. Ezt nem tudom, hogy ezt mennyire csinálja egy mondjuk így naív olvasó, de biztosan csinálja ő is, de igen, de nem ugyanazok. De én mindig azt keresem, azt, hogy, és azt, amikor például írói szemináriumok vannak, amiken olykor, mint ilyen szeminárium vezető részt veszek, és akkor a fiatalokkal, vagy kevésbé fiatalokkal szövegeken dolgozunk, azt nézzük, ugye, hogy mitől jó, mitől működik, mi a tét, hol van a dráma, hol van vége, hol kezdődik el. És nagyon sokszor, és akkor látja a paciens, hogy felére meg lehet húzni a szövegét, nem ott kezdődik el, nem ott van vége, és az nem baj, hanem jó. Nézem azt, hogy lehetett volna húzni, hogy nem lehetett volna húzni. Ugye például itt van a nagy nádas regény. Nagyon szeretik az emberek. És megbocsátják neki azt a hatalmas mennyiséget, jó lehet, hogyha meg lenne húzva, lehet, hogy akkor is megállná a helyét. Így is megállja a helyét. Nagyon ravasz egy alkotmány ez az új nádas regény. Igen. Tehát, hogy zenél benne nádas, hogy csinálja meg, hogy adagolja szépen az információkat, ezeket mind meg igen, lehet nézni, követni lehet. Nagyon értem, hogy de ha meghúzná, lehet, hogy akkor is eljut. Jó, mindegy. Nagyon érdekes, hogy igen. Meg lehetne húzni. Igen. Mond. Engem húzni akarnak, azt tudom, hogy már mindenki fené a tollát a regényre, hogy majd jó. Pedig ne húzzanak, ugyanis a nyelv, amit te írsz, az olyan nyelv, hogy az ember, és ezt egyszer a virágzabálók kapcsán az egyik tanítványom mondta, hogy olyan nyelv, ő azt mondta, mint egy leforgatott film, hogy látja. Tehát nagyon fontos része a regénynek az, hogy egy nagyon láttató, nagyon érzéki, nagyon színes, nagyon gazdag nyelven íródik. Lehet, hogy azért, mert te olyan történeteket írsz, amiket látsz. Én biztos, hogy látom azt, amit leírok. Csak úgy itt például ennél a 20. századi regénynél itt egy újfajta problémába botlottam. Ha megírom a könyvmutatványosok legendáját, vagy megírom a 17., 18., 18. században játszoló Taligást, vagy a Magyar Sellőt írom, akkor az végig ugyanazon a nyelven fut. Nem változik a nyelv. De most képzeld el, elindulsz 1900-ban. A virágzabálóknál ez nem igaz már. Mert ott a helyszín, tehát ott más a cigány történetek nyelve, és más a más. Jó, ezt aláírom, igen. Aláírom, de nagy vonalakban mondjuk 1848-tól, mondjuk a következő 30 évig, igen. Olyan nagyon nem változik a nyelv, sem a világnak a tárgyi, kulturális felhozatala. És a 20. században? Hát most képzeld el, hogy elkezded egy 20. századi nyelven, vagy 19. századi nyelven beszélni, és ez a beszéd, ez megkapja a modernitást, megkapja a technicizálásnak a korát,
egészen másképpen beszél egy Krúdi, mint egy József Attila, másképpen is írnak, és aztán 45-ben, ahogy beszélnek az emberek, meg mi lesz az a nyelv, ahogyan Auschwitzban beszélnek, és mi lesz az a nyelv, ahogy Auschwitz után beszélnek, Donkanyar, és a többi, és már, és akkor egyszer csak be kell hoznom a kommunista szlenget, hogy egy olyan írói kihívásnak elé kerültem, ami... olvasni kell nyilván korabeli. Hát, igen, nagyon. Tehát, igen, tehát, hogy a szereplőid azok a... Tehát hogy szólal meg egy olyan ember, aki Bocskaiban van, és hogy szólal meg egy olyan ember, aki... Lódenkabátban van, igen. Mondd, Laci, te most jöttél haza Csíkból, ahol kaptál egy bicskát. Őszintén szólva nem vagyok egyedül a barátaid közül, aki nem nagyon tudta, hogy ez mi. Egy kitüntetés. A barátaimnak elárultam, hogy kaptam egy Székely bicska díjat. Ezt a barátaim nem hitték el, pedig a Székelyföld nevű, immár 25 éve létező, nagyon, nagyon helyes és nagyon színvonalos irodalmi lapnak van egy Székely bicska díja, amit minden évben kiosztanak, és idén két közlés után a kuratórium vagy a szerkesztőség ezt nekem adta. Milyen egy Székely bicska? A Székely bicskának én úgy láttam, még nem egyszer bontottam ki, börtokban van, és olyan, mint hogyha szarvasagancsban lenne téve, de nem vagyok benne biztos, mondom. Én nem akartam a bicskát kinyitni, mert figyelmeztettek, hogy ez rettenetesen éles bicska, és nagyon sok már beívott a díjban részesült író megpróbált vele vágni, kinyitotta, és utána ömlött a vérük, mert megvágták magukat. Én meg úgy gondoltam, hogy a díj az nagyon szép, meg örülök neki. Csíksomjón, Csíkszeredán adták át, tehát nagyon, nagyon, nagyon szép környezetben és nagyon szép helyen, de mondom, megvágni nem akartam magam vele, úgyhogy majd megmutatom neked a kíváncsi vagyok, jó? Hogy milyen egy nagyon éles kés, ami kitüntetés. Medveölő. Fura. Hát ott mondjuk medvékkel jól állnak. Mondd, ha már a díjak. Sok díjad van, meg vagy becsülve. Szerintem is. Milyennek gondolod a saját helyed az ebben az irodalmi életben, ami azért szerintem minden ellenkező irányú hivatalos erőfeszítés ellenére érdekes, széles, tágas és eleven. Van egy nagyon jó kiadóm, ez a Magvető. Van egy elég tekintélyes életművem már. Hát most már 30 sok kötet. Nem tudom mennyi, de 30 felett van. 30 fölött van, igen. Abba vannak. Van újra kiadás, meg nem tudom én, de igen. Önálló kötet az úgy 30 körül van, de nem tudom mennyi. Tehát van egy mese, irodalmi részleg is. De ez nulla napos korodtól két évente egy könyv. Nagyon nehéz... hogy mondjam, nem is azt akarom mondani, hogy a kánon részévé válni, de fennmaradni. Egy-két novellával, néhány verssel, egy regénnyel, körülbelül ez az, ami majd ki fogja állni az időnek a próbáját. Mm-hmm. Tehát ez az, ami fennmarad. Nagyon érdekes, hogy ugye úgy írunk, ezzel az ember, ha nem szembesül, akkor egy kicsit buta, vagy akkor nem tudja, hogy hol elje. Tehát úgy írunk, hogy tulajdonképpen a semminek írunk. Nem az olvasónak? Az olvasónak soha nem írunk. Én legalábbis tárcát írok az olvasónak, meg mesét írok az olvasónak, egyébként nem az olvasónak írok. Tehát nem gondolsz, nem jut eszedbe az olvasó? Nem. Sőt, ha eszembe jut, akkor kizavarom a szobából. Aha. Nem, nincs olvasó. Ha novellát írsz, ha regényt írsz, nincs olvasó, semmi köze hozzá. És az, aki az olvasónak ír, az elrontja. De én ezt meg is mondtam az olvasóknak is, hogy ne haragudjanak, én nem maguknak írok. Én azt akarom, hogy ez a regény, vagy ez a novella legyen jó, aztán, hogyha önök, vagy ez a regény megtalálja,
egymásra találnak, az a... Az a legjobb. Az a legjobb, azért én nagyon hálás vagyok. Ha nem, nem. Hát Isten. Jó, ez most, ezzel most azt mondod, hogy nem teszel engedményt az olvasó kedvéért. Tehát nem interiorizálod az ő szempontjait, mit szeretne olvasni, milyen nem tudom, micsodát akar. Ez rendben van. De ettől csak foglalkoztat, hogy kik olvassák a könyveit. Legalább figyelj, legalább a Trapitinél, vagy a Pálcikánál, vagy a gyerekkriminél. A gyerekirodalomnál van öncenzúra, meg a Tárcánál is van. Mert ott vannak olyan szabályok, amiket nem lehet. Ha gyerekhez írsz, akkor gyereket meg kell fogni. Tehát annak vannak szabályai. A Tárcánál nem lehet blaszfémia, a Tárcánál nem lehet káromkodás, a Tárcánál alkalmazkodni kell az irodalom népfrontos jellegéhez. Regény meg bármi lehet. De oké, értem én, hogy valamilyen módon mégis számít az olvasó. Persze, hogy számít, de már csak akkor számít az olvasó. Ha kész. Pontos. Igen. Köszönöm szépen. De figyelj, de akkor a véleménye érdekel? Hogy ne érdekelne? Hát én is jó ember vagyok. Én is szeretem, hogyha ha tetszik az, amit csinálok, és engem is nagyon fáj, hogyha nagyon leszúró vagy rossz kritikát kapok, különösen az fáj, az olyan kritika, ami eleve lábra megy, vagy gyenge pontra, volt már ilyenben is részem, az is megmarad, de az a kritika a legfájdalmasabb, amikor elmondja, hogy hol rontottad el, és igaza van. Már úgy értem, hogy olyan, hogy amikor te olvasod ezt a kritikát, aminek minden szava fáj, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy igaza van. Hát van ilyen, hogy ne? Van. Uh-huh. Van. És ugye az már javíthatatlan. Nem. Hát látod, a Spiro is írt újra regényt. Tehát hogyha én most tehetném, akkor a Taligást biztos újraírnám, hogyha annak lenne értelme. És azért írnám újra, mert nekem a legszemélyesebb könyvem, én a legjobban őt szeretem a kész művek közül. Épp ezt akartam mondani, hogy olyan érdekes, hogy többször említed, mint az összes többit együtt, hogy ezt gondolod a legjobbnak, vagy ezt szereted a legjobban? Nem, ezt szeretem a legjobban. Ebbe te vagy? Ebbe én vagyok, igen. Te vonszolod azt a Taligát a könyvekkel? Nem én, azt a Taligás. Ez egy ravasz kérdés volt, de azért... Gondoltam, hogy most közelebb jutunk ahhoz, hogy a Bovárinné is én vagyok. Nem te vagy a Bovár. Csák Ildit is én vagyok. Igen, az milyen jó lenne. Mondd, tehát ha az olvasókkal a közvetlen kapcsolat érdekel, tehát szeretsz menni, vagy felolvasások, beszélgetések, közvetlen, vagy pedig inkább hárítod ezeket? A legjobban a gyerekekhez szeretek menni, mert ott mindig izgulok. Még most is pedig rettentő mennyiségű gyerekprogramom volt. Ez alatt a 25 év alatt mondjuk, amióta gyerekekhez járok a mesekönyvekkel. Az kiszámíthatatlan, az nem komfortos, ott bármi történhet, ott... A gyerek őszinte? A gyerek. Azért? A gyerek már kezd romlani, de őszinte, még mindig őszinte. Tehát most képzeld el azt a helyzetet, hogyha odaül eléd egy 14 éves cigány fiú, és elkezd hekkelni. Adjuk már, persze. És akkor közben te beszélsz, és mondanád a többieknek. És akkor ezzel a helyzettel, ezzel a szituval mit kezd el? Mit kezd el azzal a szituval, amikor ott van egy 7 éves kislány, szőke, csudaklasz kisgyerek, és ha ott ül előtted egy újvidéki porta muskátlis udvarán, mert a szabadban kell valamiért tartani az irodalmi órát, amit én nem annyira szeretek, mert sok az elvon a... Igen, ami figyelmet el, igen. Igen,
felhők alakja, a napsugár, a traktor a ház előtt, jön egy ló, stb. Ugyan már ez nem igaz, ez se igaz, ezt nem hiszem el, ezt már nem. És akkor így. És na most, mit kezel egy ilyen helyzettel? Színház, ugye rögtön, hát, és Rudolf Peti... Hátrányból indulsz. Rudolf Peti ezt biztos nagyon ügyesen meg tudná csinálni, de most már nekem is vannak eszközeim. A felnőtt, meg az meg konformista, tehát meg nem is jön el. Meg én tehát kérdezted, hogy hová helyezem én magam az irodalomban, a mai magyar irodalomban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy rétegszerző. Akinek viszonylag jó a kritikája, tehát jó a kritikája, megbecsülik, díjakat kap, vannak olvasói, aminél fontosabb nincsen, van nagyon jó kiadója, de hogyha én elmegyek mondjuk, nem tudom, a szülőfalunkba felolvasni, vagy a szülővárosomba felolvasni, hát lesz 8 öreg néni, meg 3 öreg bácsi. Fiatalt már nem látok, tanárt nem látok, helyi értelmiséget, orvost, hasonlót nem látok, nem járnak vidéken, ez nem szokás. De ez nem neked szól, hanem a helyzetnek. Ez a helyzetnek szól, én ezt tudom. Elég sokat beszélek magamról, meg az irodalom helyzetéről. Én ezt elunni szoktam, őszintén szólva. Meglehetősen unom magam ebben egy ilyen helyzetben is. És nagyon ritka az, amikor ebből a helyzetből a felnőtt kibillent. De, és annak én rettenetesen szoktam örülni, hogyha kibillent. Ha provokál? Például a provokál. Uh-huh. Ha egyszer csak nem azt hallom magamtól, mert én igyekszem nem paneleket mondani, hanem igyekszem mindig valamilyen értelme mást mondani. De hogyha például nem magamról beszélek, egyszer csak, most is magamról beszélek, hanem azt mondod, hogy akkor beszélgessünk a kegyelemről. Aha, a kegyelem, hogy van a kegyelem? Vagy beszélgessünk a Viski Árpád által emlegetett áhítatról. Hogy Viski akkor, András. Vagy Viski Igen. András, bocsánat. Mi az áhítat? Van-e a világon? Tehát most, jelen pillanatban találkozunk-e vele? Vagy csak a gicsel találkozunk? Vagy csak a cukormázzal bevont nemzeti hitparádéval? Vagy mit tudom én? Érted? Értem. Tehát, hogy az est gondolkodjon Igen. az est, ne pedig... Igen, ne pedig az elő, ne pedig előre izé, gyártott, ne pedig, vagy kicsiszolt ne pedig izé legyen ilyen Igen. hagni műsor. Igen. Mond. Vers. Prózát, vagy tárcát, novellát megbízásra, regényt saját kedvtelésre, írsz verset? Ez nagyon érdekes volt, mert elkezdtem, ugye az első két kötetem az verses. Az vers, kötet. Igen. Tehát a Wikipédián még mindig az van, Darvasi László költő. Te én költő vagyok. Te költő vagy? Én költő vagyok, abszolút. Jó. Abszolút költőnek okay. tartom magam. A Bárka főszerkesztője Elek Tibi megkért arra, hogy írjak neki egy éven keresztül. A Bárka egy évben 6-szor jelenik meg verseket. Mondom, Tibikém, én nem írok verseket már. Legfeljebb vers mondataim vannak, de azok meg az nem vers. De írjak. Jó. Elvállaltam, és akkor lett egy ilyen sorozat, és a vers mondatokból egyszer csak ilyen tényleges versek születtek, és gyakorlatilag az utóbbi 2-3 évben írtam egy verses kötetet is. Tehát van egy verses kötetem, de most erre semmi esélyem nincs, hogy megjelenjen, vagy kiadjuk, vagy nem tudom mi, mert nem lehet annyi minden. De, és akkor gondolkodtam, hogy ennek mi az oka? Hogy mi késztet egy írót, aki egyébként... Tehát ott már elvonatkoztatok magamtól, hogy ne... Tehát ilyen, igen, de ezért, aki a regényén dolgozik. Mi készített egy írót arra, akinek van egy regénye, meg igen, vannak novellái. Meg van dolga, meg a hétfőről kedve, társa, stb. A regény is, a novella is többnyire szerepjáték. A novellákban például nagyon sokszor nő mondja el
a történetét. Híresen, női hang, női hang de híresen szól. Empatikus vagy a nőkkel. Női hang szól. Sokkal gyengédebb, sokkal megértőbb, sokkal empatikusabb vagy a nőkkel, mint a férfi hőseiddel. Jobban szeretett egy állítás, őket valószínűleg. Most nem. Na most én erre nem mondok semmit, de mert, tehát, ja, jó. Én így gondolom, jó. Igen. Nem volt rossz érzés ezt hallani, de nem, nem tudom. Tehát lehet, ja, lehet, hogy így van. Tehát igen, vissza a vershez. Hogy azt a személyességet, amit a szép lassan elvesző tárcában én mindig próbáltam artikulálni, azt, miután a tárca egyre inkább kikerül az életemből, nincs hely, nincs hova írni, nincs meg. Igen, egy ideig meg hozzánk is írtál, de hát, egyszerűen nincs igen, a helyén. De nincs, igen. Nincs. Ugye ez egy rendszeres ellenlét a világban, igen. Egy tekintet, ugyanaz a tekintet, nézi, regisztrálja, hogy vagyok én benne, hogy van a világ bennem, igen. Mit okozunk egymásnak, hogy látom, stb. Na most ez a személyesség elveszett, és egyszer csak a versben így jelentkezett, és akkor elkezdtem újra verseket írni, ezek ilyen félhosszú, vagy éppen hosszú versek, tehát inkább hosszabbak, mint rövidek. És nagyon jó érzés újra effektíve költészettel foglalkozni, tehát én mindig is olvastam verset. Én akkor is költő maradtam, ha nem írtam verset. Mm-hmm. Azért is mondom, mert igen. Az, ugye nagyon sok olyan barátom van, aki ugyan író, és jó író, és nem tudom is az, hogy ez mitől jó ez a vers. Nem tudják, nincs rá szemünk, fülünk, nincs meg az a belső hallás, az a, amitől meg tudod ítélni azt, hogy igen, ez a vers jó, az meg, ott meg billen. Nem odaillő szó, a gondolat, hol van a gondolat, hol van a tét, hogy ül le, mitől emelkedik fel. Ezek ugye sokszor elmondhatatlan dolgok, de igen. Sokszor elmondhatatlan, de mégis tudható dolgok. Várj egy kicsit, többször mondod, többször beszélsz metodológiáról, módszertanról, hogy kezdődik, hol az eleje, hol a vége, hogy áll föl a mondat, mitől jó, mit. Ha én most azt mondanám neked, hogy nagyon szorgalmas és jó tanítvány leszek, meg lehetne engem tanítani regényt írni? Meg. Uh-huh. Meg lehet tanítani egy regényt, mindenképpen fogsz írni. Na vagy jó, kettő, hát egy regénye mindenkinek van az meg lehet tanítani regényt írni. Aha. Meg lehet tanítani regényt írni, erre vannak különböző iskolák, amiknek én nem mentem ilyen. Utána. Igen. De az, aki tud regényt írni, az még nem feltétlenül jó író. Van olyan jó író, aki nem tud regényt írni. Uh-huh. Nem tudja megírni a regényt, de érzed, hogy ízzik, vérig, zsigerileg író, tehát nincs. Aha, mese. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Igen. Mert ugye a regény is, regényben is, hát ez olyan, mint a puzzle, vagy olyan, mint a aha. Lego, tehát össze tudod rakni, megtanítom, hát így rakod, úgy rakod, amúgy rakod. Itt, de az azért, a valami. De az a valami, az, hogy hol kell okosnak lenni, hol kell butának lenni, hol lehet lustának lenni. Uh-huh. Egy regény az mindent tud, érted? A regény az renyhe, a regény az bármit elkövethet, de mikor követi el? Ezt kell tudni. Ez a truváj, hogy mikor engeded a regény megpihenni, vagy ettől lesz a regény maga nem csinált, hanem különleges. A jót, ami jó, azt épp úgy csinálni kell, mint a kevésbé jót, vagy a kontármunkát. És hogy a két csinálás között mi a különbség, az az érdekes, mert azt, hogy a jót hogyan csinálod, azt nem fogod tudni elmondani. Az, hogy,
hogy az elfogadhatót hogyan csinálod, azt el fogod tudni mondani. Aha. Az elfogadhatót. Abban nem hiszek, például egy magyar író azt mondta, hogy megálltam, és akkor ott volt előttem az egész szegény, így megíródott a fejemben. A túrókat íródott meg a fejedben, édes öregem, annyit kellett a mondatokon vacakolni, amíg te azt írtad, kihúztad, behúztad. Igen. Nincs olyan, nem... Az már nem, csak fizikailag az, is hatalmas munka. De a regénynek éppen ez a babrálás is a jellegzetessége, de tehát a lényeg az, hogy meg lehet tanulni regényt írni, még közepes regényt is meg lehet tanulni írni, de még akkor sem biztos, hogy író vagy jó író leszel. Az, hogy jó író leszel, azt nem lehet megtanulni. Uh-huh. Annak az a képesség az veled megszületik, és hogyha azt a képességet te neveled, gondozod, ápolod, legyilkolod, kisegíted, feltámasztod, stb., akkor te jó író leszel. Ha ezt a képességedet hagyod elhatalmasodni, vagy elsenyvedni, akkor szevasz. Aha. Mondd, így a vége felé megkérdezem anélkül, hogy a zsebedben akarnék turkálni. Meg lehet ma élni Magyarországon abból, hogy az ember jó? Én azok közé, a szerencsések közé tartozom, akik a Digitális Akadémiának a tagjai közé vagyunk, vagy 30-an tartoznak, vagy tartozom. Digitális. Ez egy havi apanás, hogyha ez nem lenne, akkor nem élnék meg. Ráadásul ugye többfelé kellett, hosszú éveken keresztül többfelé kellett segítkeznem. Most, jelen pillanatban egyébként is so nehéz a helyzet. Egy könyvtárak mondták le például az eseményeket, és egy könyvtárak mondta, hogy nem tud fizetni, én meg mondtam, hogy olyan kedvesek voltatok mindig velem, mondtam, hogy elmegyek, nem kell fizetni. Tehát elmegyek ingyen. Ami hát most mondd meg. Hát, ez a te luxusod. Hát ez az én luxusom. Ez meg az, hogy regényt írsz, az is a te luxusod. Igen. Mert ezek szerint dolgozol rajta, azt mondod, 6 éve, ahogy elnézem, ebben még van 1 vagy 2, tehát egy 8 évi munka. Még. Ami... Szeretném végigírni februárig. Ha ez minden... napi hányod? Figyelj, hogy van ez? Hogy vannak a munkaórák? Mint ugye Eszterháziról tudtuk, hogy 9 és 3 között nem lehet fölhívni, mert igen, akkor ül a szobájában. Meg nem is enged be senkit. Igen. Nem, az én körülöttem zajlik az élet, de ugye egyedül vagyok a lakásban délelőtt, és akkor én nagyon gyorsan dolgozom. Igen. Tehát viszonylag gyorsan. És hát az is hozzátartozik ez, hogy a legtöbbet publikáló író közé tartozom. Igen. Most. Tehát ez nem érdem, hanem így tény megállapítás, hogy a... Sokat és gyorsan dolgozol. És gyorsan dolgozom, és akármelyik folyóiratot nézed, majd mindegyikben elég erős ellenlétem van. Uh-huh. És ezekből hát jön valamennyi honorárium is. Neked csönd kell, ha dolgozol? Mióta van Spotify-om, azt kaptam karácsonyra tavaly Spotify-t, azóta nagyon sok komoly zenét hallgatok, de tudtam a Klubrádióra is. Tehát a padödőre... Nem zavar? Padödőre is tudtam. Nem zavar, egy hogy idő... a háttérben beszélgetnek? Miután újságíróként kezdtem, és tudod, aha, az újságírás az... Igen. Egy cipőbe elvesztünk, ugye? Tehát meg kellett tanulnod azt, hogy tőled melletted részegen is üvöltözhet, diktálhatja a mínuszos hírt, mondhatja a, nem tudom, az időjárás jelentést, a napi horoszkópot. Nem mindig zavart, most már egy kicsit, tehát most már zavar, ha beszélnek, csak hozzám ne beszéljenek, de az biztos, hogy bárhol. Tehát én kórházi ágyon írtam novellát. Igen, gondolkodtam ezen, hogy ugye te néhány éve nagyon-nagyon-nagyon beteg voltál.
ennek a legsúlyosabb szakaszáról többet tudnak a körülötted lévő emberek, mint te magad, hiszen te nem voltál magadnál. De nagyon hosszú ideig már magadnál voltál, amikor még nagyon beteg voltál. Ez nem egy olyan elementáris élmény, ami utána írói forrássá válik? Én ezt megírtam, csak, igen, de... csak olyan sovány lett valahogy, de hogy mondjam, így utólag visszatekintve erre az egészre, erre ugye másfél hónap korányi, ebből egy hónap intenzív, ebből 10 nap altatásos kóma. Amit megírtam, azt mondom, sovány lett, de körülbelül annyit ér. Nagyon, ez nem annyira érdekes. Csomó minden ott maradt bennem, amit nem írtam meg, de hogy mondjam, ennél vannak érdekesebb dolgok is, amik eszembe jutnak, mint ami velem történt. És most jól vagy. Mondjuk rá. Laci, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm önöknek is a figyelmet.